Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és fantasztikus nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon, kérlek szépen, nem egyedül leszek a stúdióban, hanem bizony itt van hamarosan a Skype vonal túlsó végén remélhetőleg maga Nagy Szabolcs, aki egészen konkrétan Londonból csatlakozik be, és éppen próbálom vele ismét helyreállítani a kapcsolatot, mert természetesen az adás történetében először valami probléma lépett fel a Skype vonalban, addig hadd meséljek egyről másról. Tehát, hogy ugye május 1-je van egyébként a munkanagy ünnepe, ez teszi természetesen lehetővé azt is, hogy bizony egyébként, mint mondtam, Londonban naponta dolgozó és bizony igen-igen aktív Szabival is tudtunk egy időpontot egyeztetni, és most rendületlenül próbáljuk őt a Skype-on elérni, de hát most valahogy annak ellenére, hogy az elején minden rendben volt, de hát most éppen úgy tűnik, hogy valami gond van, azt írja, kilép, belép. Hát jó. Na, minden esetre, itt minden esetre éppen most hallhatjátok, hogy próbálkozunk rendületlenül, és most képzeljétek el. Itt vagy, nagyon jó. Halló. Szia, Szabi, zseniális. Mire képes a modern technológia? Minden rendben van. Itt a technika ördöge május 1-e alkalmából bizonyára megviccelt minket. Na de elképzelhető. Gyönyörűen hallatszol. Tehát egészen konkrétan a szenzációs felszerelésednek köszönhetően ugyanolyan, mintha itt ülnél a stúdióban velem szembe. Na most hát igen, pont időben ide értél, mert éppen beszeretnélek mutatni azoknak, akik esetleg nem tudnák, hogy ki Nagy Szabi. Hát bizony, képzeljétek el, hogy Magyarországon leginkább azt hiszem, hogy főleg, hogyha az űrkutatás, űrtevékenység iránt érdeklődő emberek vagytok, kedves hallgatók, mint hogy általában ugye ez szokott lenni a helyzet, akkor valószínűleg nem ismeretlen számotokra, enyhén szólva a Space Junkie-nak a hát egyrészt a YouTube csatornája, másrészt pedig a hozzátartozó spacejunkie.hu nevű honlap. Na most én nem tudom, hogy a Space Junkie YouTube csatornáján volt-e valaha olyan élő közvetítés, olyan start közvetítés, ahol például te, Szabi, ne lettél volna ott. Tehát volt létezett olyan valaha, hogy te kimaradtál volna egy startból, mondjuk? Szóval először is üdvözöllek téged, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Tudomásom szerint nem volt még, de ez alapvetően a műsor struktúrájának tudható be, mert hogy tőlem megy ki az adás. Ja, tehát igen, valahol igen. Ez egy fontos pillér az egész folyamatban. Na igen. Úgyhogy nem volt még. Igen, szóval ők azok a srácok, akik élőben szokták közvetíteni a YouTube-on például a rakétastartokat, visszatéréseket, kisbolygó megközelítést, marsra szállást, hát ami éppen van. Szóval űreseményeket, és hát mint kiderült, ugye ez egy óriási nagy hiánytöltő, hiánypótló dolog, mert őszintén szóval gondolom titeket is meglepett, hogy milyen brutál nagy érdeklődés mutatkozik ezekre a témákra. Mindenképpen egy nagyon érdekes szegmens ez az interneten, szerintem a YouTube-on, hogy élő indításokat lehet alapvetően követni velünk, élő eseményeket. Szerintem erre specializálottunk, de tény is való, hogy ez az űrkutatásban egy olyan dolog szerintem Magyarországon, ami eddig nem nagyon volt jelen. Külföldön, tehát van egy csomó ilyen csatorna egyébként, és valahol mi is ezt a fajta a mintát követjük, amiben ugye, tehát van egyfajta élő interakció a nézők is köztünk, és szerintem ez adja meg a sava borsát, nem csak valaki beszél, hanem konkrétan kérdezhetnek tőlünk,
és mondom, van egyfajta interakció, ami fantasztikus szerintem. Igen, és szerintem is, hát én mondanám, hogy ez egy kultúrmisszió, amit csináltok, mert tényleg egyébként annak ellenére, hogy a start közvetítések, ahogy mondod is, akár a NASA YouTube csatornáján, akár rengeteg ilyen hozzátok hasonló egyéb külföldi csatornán keresztül, akik kommentelik élőben a dolgokat, elérhetők, de azért mégis az, hogy egy magyar nyelven csináljátok ezt, az úgy látszik, hogy mégis, még napjainkban is egy óriási pluszt jelent, és hát szerintem én már elkezdenek jönni, képzeljétek el, az egyetemre, ugye én találkozok első éves egyetemistákkal, akik jönnek a fizikus szakra, akik mondják, hogy hát ők igazából az űrkutatáson keresztül kezdtek érdeklődni a téma iránt, és akkor mindig felmerül az, hogy mert hogy például a Space Junkie YouTube csatornán keresztül elkezdték nézni a startokat, és akkor ezekből az emberekből lesz majd mondjuk űrkutató. Szóval azért ez igen fontos impaktja a tevékenységeteknek, amivel talán nem is vagytok tisztába, de néhány év múlva ez nagyon jól fog látszani, hogy jönnek majd azok a gyerekek, akiket ilyen módon szerintem ti vonzottatok be. Igen, igen. Ez, ha ez így van, akkor ennek rettentően örülünk, mert valóban ez egy kultúrmisszió, ezt el is szoktuk mondani élő adásokban, hogy igenis szeretnénk megszeretetni az emberekkel ezt a témát, és van élet a sorozatokon kívül, meg a TikTokon kívül, hanem tényleg, tehát csodálatos dolgok történnek a fejünk fölött, és sokszor ezeket mi a saját szemünkkel láthatjuk. Tehát volt olyan élőadásunk, hogy a nemzetközi űrállomásra indult utánpótlás, és valóban 22-23 perccel indítás után Magyarország fölött is megfigyelhető volt, és tényleg akkor ez hirtelen egy ilyen személyes élményé teszi az egész. Hát a felrobbanó dolgokról meg nem is beszélve, tehát az a rettenetesen izgalmas az egészben, hogy most így ezzel pont időben és térben a legjobb helyen vagytok, ugye, mert hát egyrészt térben, ugye, mert néha átrepülnek a fejünk fölött a dolgok valóban, másrészt időben, mert hogy olyan páratlanul izgalmas például a SpaceX-nek a fejlesztési sorozata, hogy így a szemünk láttára robbannak föl. Tehát az a konkrétan úgy zajlik a fejlesztés, amihez nem vagyunk hozzászokva. Igen. Tehát a NASA nem így fejleszt, a SpaceX az abszolút a trial and error program keretében fejleszt, tehát itt bizonyára ti magatok is jó sok felrobbanó dolgot közvetítettek előben, és azért ez rettenetesen izgalmas, hogy tényleg bekapcsolja az ember, és tényleg nem lehet tudni, hogy most mi fog történni. Tehát, hogy Igen. Ez egy új járműfejlesztésének abszolút a része, és szerintem ez adja meg a Saba borsát. Nem láthattuk például a Falcon 9 rakéta kifejlesztését, utólag osztottak meg róla a képeket, hogy próbálták ugye az első fokozatot landoltatni. Itt meg ugye a szemünk előtt történik az egész fejlesztés, és hát tényleg, ahogy mondtad, fantasztikus korban élünk, tehát csodálatos. Na igen, szóval ez mindez annak a mellékmondatból bontakozott ki, amiről beszéltünk, hogy a magyar közönség valószínűleg innen ismeri Nagy Szabit, mint a Space Junkie csatorna egyik frontemberét, és hát, mint ugye megkerülhetetlen alakját, hiszen mondtad, hogy tőled megy ki a közvetítés. Na de, ugye az a helyzet, hogy valószínűleg, hogyha a nemzetközi űr közösséget nézi az ember, akkor nem a magyar nyelvű Space Junkie csatorna miatt ismerik a nevedet, hanem sokkal inkább az egészen bámulatos egyéb munkásságod miatt, ami szerintem majd mindjárt elmesélhet, hogy is volt, meg honnan jött az egész. Tehát ugye röviden kulcsszavakban, te konkrétan Londonban a hátsó kertből egy ilyen bazi nagy, hát úgy mondanám, hogy egy kuka méretű dobzon távcsővel, mondhatjuk, szerkezettel fényképezed az ISS-t, meg esetenként más űreszközöket olyan elképesztő felbontással, hogy az egyes modulok, űrhajók, az ISS-hez közelítő Soyuz űrhajó, annak a kis napelemei, meg minden tökéletesen kivehetők. Egy olyan objektum fényképezésről beszélünk, ami 400 kilométerre repül a fejünk fölött, és nagyjából 8 kilométer per másodperccel suhan át a fejünk fölött, szóval ennek egyáltalán triviális az, hogy ezt hogy lehet fényképezni, de lehet, és hát erre a te munkásságod az élő példa. A kedves hallgatók, a Space Station Guys, vagyis majd mindjárt meg kell magyaráznod ezt, spacestationguys.com honlapon
találhatnak rólad infókat és képeket, és fantasztikus, meg videó bejátszásokat, meg szerepléseidet, például a BBC 4-es csatornán, meg ilyen helyeken, szóval azért igen nagy média visszhangot is felvertél ezzel itt-ott, szóval ez egészen, szerintem ez egészen csodálatos, amit itt történik, úgyhogy most hátradőlök, és arra kérnélek meg, hogy légy szíves, meséld el az egész történetet, hogy hogyan kezdődött neked ez az egész, hogyan jött az ötlet, hogy a Földről az ISS-t fényképezd, mik a nehézségek, és mi az egész sztori, ami elvitt téged idáig. Köszönöm a... Szép nagy kérdés anyag. A felkonferálás, meg a nagy kérdést, igen. Majd tarthatsz közben szünetet azért akarsz. Majd néha iszok egy kis vizet. Jó, helyes. Alapvetően én úgy gondolom, tehát először is szerintem felmerülhet mindenkiben a kérdés, hogy ki az a hülye, aki ilyennel foglalkozik. Tehát, hogy mi, vagy űrállomás, fotózás, vagy bármiféle föld körüli pályán lévő cuccnak a fotózás, az hogy jut el valaki idáig. És nagyon egyszerű egyébként amatőr csillagászat. Tehát nálam ez teljes mértékben azzal indult, hogy a már említett BBC televízió, ami én hatalmasan nagyra tartok, egyszerűen fut ez a Sky at Night magazin, vagy program, van ennek egy írott verzió, és van egy tévés verziója, és ott kezdtem el ugye nézegetni magát ezt az amatőr csillagászkodást, meg ugye a Brian Cox, ő is szintén, professzor Brian Cox, a BBC-n ugye fantasztikus sorozatokat csinált. És valahogy egyszer csak így felötlött bennem, hogy szeretném látni saját szememmel a Jupitert. És hogy akkor oké, összegyűjtöttem valamennyi pénzt is, és beáldoztam egy 200 per ezres Newton távcsőre. Ez egy szép kályhacső, mondjuk így, egy három lábún. És alapvetően ez volt az indítatás, hogy szeretném a bolygókat, a holdat saját szemmel látni, és hát mondanom sem kell, hogy azonnal ráragasztott a témára. Elkezdtem asztrofotózni, beinvestáltam nagy frame, tehát képkocka számot rögzítő kamerára, tehát a megfelelő felszerelésre, ami már lehetővé teszi azt, hogy az ember tudjon asztrofotózni, tehát a bolygókat, holdat tudjon fotózni. És teljesen véletlenül az interneten, Facebookon valahol bele futottam egy posztba, ami a nemzetközi űrállomást mutatta is, és akkor úgy felmerült bennem, hogy tényleg, hát vajon lehet-e fotózni egyáltalán egy ilyen objektumot, ami azért meglehetősen komoly sebességgel húz át az égbolton, persze azért kell horizontól horizontig 6 perc neki, de azért amikor a fejed fölött jár, akkor azért elég tempós mértékben úgymond halad az égbolton, és azért, hogyha ezt nagy nagyítással, manuális követéssel próbálja az ember követni, akkor ez nem kicsi kihívás. És akkor szépen elkezdtem ez irányba úgymond tenni lépéseket, és elkezdtem meglőni az első pár felvételemet, hát vicces módon az első felvételemen a napelem táblák olyan furcsán állnak, egyszer úgy néz ki, mintha egy sielő nyuszi. Nyúl, így van, így igen. Van, tényleg. Ezt is megtaláltam a honlapodon. Az a legeslegelső kép, az a tényleg. De hát azon is marha jól látszik már majdnem minden. Szanaszít van ígve, persze, aha. De természetesen a napelem, a párok, tábla párok azért egészen jól látszanak, és az persze, hát az első sikereknél az ember úgy van vele, hogy még többet akar, és még jobbat akar, és akkor szépen lassan idővel kikristályosodott, hogy milyen felszerelés megfelelő ez a Dobson típusú felszerelés, ami egy zsámoly, egy faros lemezből készült forgatható alap, és akkor erre teszed rá a távcsövet, és ugye ezzel lehet a legjobban manuálisan követni. Most, de várjál, most ez komoly, de pillanatra álljunk meg ezt, tényleg igen. Manuálisan tudod követni? Uh-huh. Mert ez annyira, tehát ha most kiszámoljuk, hogy ugye az ISS-nek a ugye leghosszabb irányban mondjuk, mit tudom én, nagyságrendi becslés csinálunk, 100 méter hosszú, ugye? Ugye 8 kilométer per másodperccel megy, vagyis egy másodperc alatt a saját hosszának a 80-szorosát megteszi a cucc, ugye? Tehát igazából az, hogyha mondjuk egy ponton nézed, akkor igazából hát kb. Egy század másodperc alatt megteszi a saját hosszát, ugye? Ezzel csak azt akarom mondani, hogyha az ember exponálni akar, akkor azért
akkor azért az elég necces, nem? Tehát nem, én mindig azt hittem, hogy ezt úgy követed, hogy te előre betáplálod, hogy merre fog mozogni, és akkor van neked egy számítógépes vezérlés, és az követi a pályát, hogy mindig a képmezőben legyen, hogy elég ideig tudja exponálni. De akkor ez teljesen elképesztő, hogy kézzel követed tényleg? A te általad említett módszer abszolút a módszer, lenne a preferált, csak hát ugye az embernek nincsen hozzá kedve, és most mutatnám az ujjaimat sodorva, hogy nincsen pénz. Értem, de hát zseniálisan jól néznek ki a képeid. Ez a szegény ember ISS fotós felszerelése, akit karod. Na most természetesen a technológia azért sokat számít, a fotózás azért már most már olyan szinten van, és olyan szinten elérhetőek az ehhez szükséges felszerelések, hogyha nem is azt mondom, hogy apró pénz, de nem kell, ahogy az angol mondja, egy arm and a leg, tehát nem kell a fél karod meg lábad odaadni érte, hogy azért megvásárolj egy ilyet. És mondjuk az én kamerám egy olyan speciálisan asztrofotózásra kifejlesztett kamera, egy picike kis valami, amivel én teljes felbontásban 100 képkockát készítek másodpercenként. Na most ez teszi lehetővé azt, hogy manuálisan lehessen követni, mivel hogy aki fotózik, az talán tudhatja, hogy 3000 milliméter, tehát 3 méteres fókusztáv az azért az már elég komoly. És azt manuálisan mozgatni, az azt jelenti, hogy tehát van a látómező, tehát a képernyő, ugye a laptopnak a képernyője, és az ISS az csak egy pillanatra így beúszik. Aztán ki is húszik persze, mert hogyha egy pillanatra éppen megfelelően követem, akkor éppen mit tudom, ha már egy másodpercig látható a képernyőn, az azt jelenti, hogy nagy esélye 100 képkockát készítettem róla. Igen. És akkor ugye ezek között a nagy része ugye kicsit el van mosódva, ez a képzési technológiának köszönhető, van ettől jobb megoldás, persze, de az már egy kicsit drágább, de summa summarum ez így működik. Tehát, hogy én próbálom folyamatosan követni, folyamatosan a látómezőbe tartani, aztán éppen attól függően, hogy mennyire sikerült jól, változó van, amikor 500 képkockán van, amikor 15 000, tehát teljesen változó. És akkor abból tudok válogatni, abból tudok összepakolgatni dolgokat, animációt készíteni, és akkor szépen látszik, mint olyan egy repülőnél is, ahogy a távolból jön, akkor az orrát látod, meg a hasát, aztán amikor fölötted jár, akkor csak a hasát, tehát távolodik, akkor a hátsó részét. Tehát ugyanúgy az ISS-nek is van egy ilyen orientáció változása, ahogy szépen átrepül az égbolton, és ezt marha jól lehet egyébként ezzel visszaadni. Hát ez elképesztő. Meg tényleg hogy ilyeneket, hogy például amikor összekapcsolódik az ISS, tehát például van olyan, amikor olyan képed, amikor egy látómező vagy képsorozatod, ahol egy másodperc, egy látómezőben látható, hogy a Soyuz, ami éppen közelíti az ISS-t, meg maga az ISS, és hát ezt mutatja, hogy igazából persze, hogy a Böszmen agyáj, bár nem persze, mert az is számomra hihetetlen, hogy az ISS ilyen jól látszik, de hogy ez a pici kis 7 méteres Soyuz is tök jól látszik rajta. Meg amikor a Nauka modul tavaly előtt fölment, még előtt összekapcsolódott volna az űrállomással, arról is csináltál bomba jó képet, tehát ott is simán kivette az összes részt. Tehát igazából felmerül a kérdés, hogy ha te ennyire jól tudsz kisebb űreszközöket is fényképezni, akkor nem gondoltál-e még arra, hogy például olyasmit is fényképez, aminek a kinézetét amúgy nem kötik az orrunkra. Gondolok itt elsősorban a katonai műholdakra, amik ugye szintén benne vannak az ilyen adatbázisban, hogy milyen a pályájuk, de igazából, vagy például ugye ez az amerikaiaknak ez a X-37B űrrepülőgépük, ami mindenkit érdekel, hogy hát az mi a bubánatot csinálott, és hát ezek szerint, bár mondjuk nem emlékszem annak konkrétan, milyen volt a pálya magassága, de szerintem simán elképzelhető, hogy te azt is tök jól tudnál látni. ISS-en kívül más céljaid voltak, vagy vannak? Ilyesmik? Persze, de tehát azt azért érdemes tudni, hogy az ISS legmesszebb, tehát leginkább a legnagyobb objektum, ami jelenleg a föld körül kering, tehát ez adja, hogy a legkönnyebben fotózható, vagy legalábbis a legeredményesebben fotózható objektum. De persze próbáltam én műholdakat korábban fotózni, sikerrel is, de ahhoz viszont egy
tehát egy ilyen átmérőjű távcső, ami nekem van, egy 10 incses, az 250 mm átmérő, az azért már egy picit kezd kevés lenni. Tehát ettől nagyobb felszerelés kell. Láttam én amatőr felvételen X37B fotót is, marha jó kivehető egyébként a maga a jármű. Most éppen nem fotózható Európából, mert olyan az inklinációja, hogy egyszerűen nem innen nagyon alacsony, de volt uh-huh. olyan, hogy tehát pályát módosított, és utána Európában fotózható volt, úgyhogy igen, ezeket próbálom, inkább jelenleg az ISS is hozzá köthető járműveket, tehát az összes teher űrhajót sikerült lefotózni, oda vagy vissza menet. Tokkolú, ezt, amit említettél, az az MS-13, ez a Soyuz, ez hihetett. Tehát nem tudom elmondani, hogy mennyi dolog mehet félre egy ilyen fotózásnál. Eleve az időjárás, Angliában élek, tehát az időjárás mindig egy hatalmasan nagy kérdőjel. Tehát volt már olyan, hogy kipakoltam, és 5 perccel az átvonulás előtt még teljesen tiszta égbolt volt, és az átvonuláskor teljesen borult volt az égbolt. Tehát így hihetetlen kihívások. És az, hogy pontosan akkora érjen olyan közel az ISS-hez, hogy egy látómezőbe beleférjen, és hogy ne legyen semmi gond, és ne legyen az, hogy hátrálni kell, mert ugye van egy ilyen, az ISS körül egy ilyen zóna, egy ilyen képzeletbeli gömb, amin belül csak engedéllyel tartózkodhat bármi, és ugye a gond van, akkor onnan kitessékelik ezt a járművet, és akkor már lehet, hogy nem lehet egyszerre lefotózni. Úgyhogy csomó kihívás ez. Ami még talán érdekes, a Starlink műholdak. Na igen. Sikerült például indítás után, tehát második fokozat, és ugye 60, akkor még 60 műhold szétválása után 7 perccel fotózni. És lehet látni, hogy egy két ilyen sáv van 30-30 műhold, ahogy szépen elkezd távolodni, és pont egy olyan fázis sikerült 2020 májusában megörökíteni, amit addig ember nem látott, hogy mi történik akkor ott, mert a közvetítés soha sem mutatta azt a részt. Aha, igen. És ezek például teljesen érdekes dolgok. Ja. Igen, és egyébként képzeld el, hogy hát hogy mondjam csak, szóval hogy az, hogy az tényleg egy hátborzongató élmény, hogy látod az élő képet, például a Space Junkie, vagy bármely más közvetítésben, hogy történnek ezek a szétválások, és akkor kikukkantasz, mármint tudom, hogy nem ezt a fázist, amit nem mutatnak, de például az, hogy itt szétlökdösik a Starlink műholdakat, és akkor kinézel az ablakon, és tényleg ez történik. És valójában ennek van valami olyan extra haszna is, hogy bár azért ez nem standard, de hát a mai világban, ahol laposföld hívőktől mindenféle ember van, tehát hogy konkrétan létezik olyan ember, aki nekem azt magyarázta, hogy az ISS nem létezik. Tehát hogy az oké, hogy azt már hozzászoktunk, hogy a holdra szállást ugye stúdióba vették föl, persze, de hogy az ISS is na, egy kamu. És akkor mondtam, hogy figyelj, nézd meg, itt ez a srác, ismerem, itt a honlapja, ezt ő készíti Londonban a kert végéből egy távcsővel. Na, ez az ISS, vagy nem? Tehát, hogy igazából egy plusz bizonyíték réteget szolgáltatsz, ami egészen csodálatos. Amúgy most már ugye te Starlink felhasználóvá is előlépsz hamarosan, tehát nem csak megfigyeled már őket, hanem elkezded használni. Most is azon keresztül beszélünk amúgy? Nem, még nem. De sajnos ez a londoni infrastruktúra hiányosságaira mutat rá, hogy sajnos kénytelenek vagyunk, mert ugye a Space Junkie alapvetően egy élő adásokra specializálódott csatorna, ez a fősodra a tartalmunknak, és hogyha nincsen internet, akkor semmi nem működik a Space Junkie-n alapvetően. Tehát nekünk ez egy fontos dolog volt, hogy valamilyen B-tervet találjunk ki, és most előfizettünk a SpaceX Starlink szolgáltatására, most van éppen beüzemelés alatt. Természetesen ez egy növekedő konstelláció, beszéltünk is a csatornán ennek az előnyeiről, a hátrányairól, mennyire jó dolog, hogy ennyi műholdat juttatunk a világűrbe, ennek a szakcsillagászok leginkább nem örülnek, de... Ezt én abszolút elfogadom, és ez egy fontos dolog. Annyi, hogy valamit azért próbálnak tenni, legalább azért, hogy a csillagoseget ne vegyék el az embertől, hogy ne folyamatosan mozgó pöttyökkel legyen tele, de ettől még én tisztában vagyok ennek a negatív hatásával. Viszont a másik oldala pedig az, hogy nagyon sok embernek nagyon fontos ez a szolgáltatás, és lehet, hogy nekünk is pont ez fogja azt a nagyon fontos B-tervet betölteni, de nagyon érdekes tényleg azt kell, hogy mondjam. Tehát beüzemelni, meg hogy itt tart a technológia. Uh-huh. Uh-huh. Hát igen. Igen, na most ugye mondtam, már el is hangzott ez a honlap név, hogy Space Station Guys,
és tényleg így lehet téged megtalálni, ami azt jelenti, azért ez felvett néhány kérdést, ugye konkrétan a többes számot a végén, mert hogy te ugye egy darab gáj vagy. Tehát mi a történet? Ja, persze, igen. Hát jó van, persze. De tényleg? Vagy így komolyabbnak tűnik a dolog? Vagy mi itt a háttértörténet? Nem, sokkal egyszerűbb ennek a magyarázata, ez egy elgépelés. Elgépelés. Örülök neki, hogy nem a végén egy P vagy egy U, vagy nem is tudom, akármilyen más betű került. Alapvetően ez úgy készült, hogy ugye én amikor a domain nevet én ezt vásároltam a weboldalhoz, akkor az lett volna az ötlet, hogy Space Station Guy, tehát a nemzetközi űrállomásos srác. És az az S valahogy, én szerintem már foglalt lehetett, és vagy nem tudom, valamiért nem tudtam lefoglalni, és valahogy az S a végére került. És hát persze, hát ment az anyázás egy picit, hogy ilyen hülye vagyok, hogy sikerült lefoglalni így ezt a domaint. Aztán persze jól alakult, mert a weboldal eredetileg az én fotóimnak valamint tehát készült is az, hogy elmeséljem az embereknek, hogy ezt én hogy csinálom, hogy a legegyszerűbb, milyen felszerelést ajánlok, beállítások, kamera és egyéb beállítások, és akkor ez szépen idővel, ez azzá nőtte ki magát, hogy a világ minden tájáról kapok fotókat, és ez egy ilyen, ez lett, én, tudomásom szerint ez a jelenleg ma a világ legnagyobb nemzetközi űrállomás fotós, amatőrfotós gyűjteménye. Tehát ennyi amatőrfotót nem található máshol. És persze ezt lehet a laposföldesek orra alá dörgölni, saját tapasztalatom alapvetően az, hogy tök mindegy, hogy milyen fotót mutatsz, mert ha nem, akkor nem. Tehát igen, akkor ez úgyis CGI, vagy ezt én photoshopoltam, vagy teljesen mindegy. Egyébként csak egy mondatot ehhez kapcsolódóan, még a Magyar Amatőr Csillagász csoport keretein belül, aminek az adminisztrátora voltam, egyszer csináltunk egy olyan kísérletet, hogy innen Magyarországról is, innen Angliából is Magyarországról volt egy-egy csapat, és az ISS-t fotóztuk. És nagyjából egy vagy két perc különbséggel történt meg, hát mert hogy ugye olyan gyorsan halad a nemzetközi űrállomás, pontosabban azt hiszem ők látták először, aztán pedig én, és utána a fotókat megosztottuk. És hogy ennyire egyszerű bebizonyítani, hogy a nemzetközi űrállomás a Föld körül kering. Tehát... Hát jó, de tudod, hogy van ez, hogy mindig van egy bonyolultabb magyarázat. Igen. Na jó. Hát ami vonzóbb. Hát van, hogy vonzóbb. A titkok mindig vonzóak, mint az egyszerű magyarázatok. Hát igen, van egy ilyen emberi tulajdonság. Na hát ez csodálatos. Na szóval akkor a Space Station Guys az egyébként, Space Station Guys, tehát az űrállomás fotózási hobbi, nem is tudom, ez hobbi. Ugye? Ez egy hobbi. Szóval, hogy ez megelőzte a Space Junkit lényegesen, igaz? Tehát, hogy ez úgy volt, hogy évek óta csinálod már ezt, csináltad már akkor is, amikor elindult. Amúgy visszatérve erre, amit emlegettél, tehát, hogy egyébként a szívemnek nagyon kedves, hogy emlegetted a Sky at Night-ot. Most a kedves hallgatóknak, hogy akik nem ennyire vannak benne a BBC-be, hogy azért az egy 1957 óta folyamatosan sugárzott amatőr csillagászati műsor, amit még a híres Sir Patrick Moore indított, nagy ismeretterjesztő, és hogy azóta folyamatosan megy, hogy igazából mi az, amihez hasonlót mi fel tudnánk mutatni. Hát itt is voltak tudományos ismeretterjesztő műsorok, még minden, de hát hogy valami folyamatosan menjen 1957 óta, és változatlan színvonalon mondhatni tényleg, hát ez egészen elképesztő. Szóval itt azért tényleg itt tudományos ismeretterjesztésre visszatérve, amit ti is csináltok, azért itt bizony még van csodálni való abszolút itt a BBC-n. Na, szóval, hogy igen, de hát talán ettől is igen? Csak egy pillanatra, a Sir Patrick Moore-t említetted. Igen. Én nagyon szeretném, csak egy mondat elejéig, tehát azt tudni kell, hogy a Sir Patrick Moore, ő nem volt csillagász. Tehát ő egy amatőr volt. És olyan szinten beküzdötte magát a csillagászok közé, szakvégzettség nélkül, hogy számomra ez mindig inspiráló volt, hogy nem feltétlenül, tehát a Space Station Guys, a Space Junkie felületen mi mindig mondjuk, hogy mi nem szakértők vagyunk, mi nem is szeretnénk magunkat szakértőként beállítani, viszont én hiszem azt, egyrészt az űrállomás fotózás és a Space Junkie-n keresztül is, hogyha valaki valami iránt érezhetően ez a passionate love, tehát hogy érezhetően szereti valaki
a témát, az már fél siker, mert akkor, mint a szivacs, úgy szívod magadba az információt, és ugye ezt mindenkinek tudom ajánlani, hogy valami ilyesmit találjon magának, mert csodálatos dolog, mikor van egy hobbija az embernek. Hogy milyen a parallax is? Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lép be univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis Univerzumban. Segíts tudományos ismeretterjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass premier előtt podcastünk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizárólag a Patreon oldalunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis Podcast. A hosszabb jobb. Patreon.com/Parallaxis. Hát igen, és főleg, hogyha ez egyre látványos és izgalmas. Szóval igen, ezt én is mindenkinek tudom ajánlani. Amúgy az is fantasztikus tényleg, hogy mindig, tehát igazából egy kicsit túl szerényen is mindig mondjátok, hogy hát ti nem vagytok szakértők. Holott például, hát ha már konkrétan a SpaceX házatájáról, vagy azzal kapcsolatban, hogy mit művelnek Elon Muskék Dél-Texasban, vagy Floridában. Tehát, hogyha ezzel kapcsolatban Magyarországon meg kéne nevezni szakértőt, akkor igazából nem nagyon tudnék mást mondani, mint a Space Junkie környékén tevékenykedő srácokat. Mert hát ugye ez ne, tehát most ez tényleg ez a holtig tanulás, vagy mi ez a lifelong learning, meg minden. Tehát ti olyan szinten vagytok benne ezekben a dolgokban, hogy igazából konkrétan, hogyha bárkinek egy mondjuk Starship szakértőre lenne szüksége, mint hogy most nekem mindjárt lesz, akkor nyilván hozzátok fordulnék, mert egyszerűen hát szakértő az, aki ezt az irdatlan mennyiségű információt átömlesztette magán és feldolgozta. És most ez igazából nem a papír teszi a Starship szakértőt például, és ezt a, ja még, de várjál most, ha már itt ennyire rugózunk ezen, hogy ki az amatőr, meg ki a profi, akkor azért azt szabad megkérdezni, hogy például te amúgy mivel foglalkozol? Vagy ez off-limits erről? Nem tudom amúgy. Tehát nem titok egyáltalán. Én 14 éve élek Angliában, és már most egy pár éve ingatlanokat fotózunk kívülről. Tehát egy ilyen speciális felszerelés kell, az egy kis furgon, egy van, egészen pontosan, és ez van úgy olyan felszereléssel, tehát egy olyan felszerelés van beleépítve, amivel egy kamerát fel tudsz küldeni, nem tudom, 21 méter magasra, és akkor ez ilyen building survey, ami azt jelenti, hogy strukturálisan fotózgatjuk az épületeket, tehát ezzel foglalkozom a hétköznap. De figyelj, de akkor a hobbid is ugyanez. Tehát az is, ott is egy ingatlant fotózol kívülről, csak egy kicsit messzebb van. Ja. Alapvetően már nem akarom ezt csinálni, ja, de valóban őszintén már most már szeretnék teljes mértékben ezt mindenkivel foglalkozni, mert ez a fő csapásvonal. Tehát igen, Starship-el kapcsolatban igen, tehát azért Tamási Dávid, ő nagyon-nagyon keményen viszi ezt a vonalat. A csapaton belül ezért vagyunk büszkék a Space Junkie-ra, mert ez egy csapat. Aha. És egyrészt itt vagyunk mi, meg az éli adások alatt azért megint csak a nézők, az akik, mindig szoktuk mondani, hogy tanulva tanítunk, mert tényleg, hogyha valamit nem jól mondunk, akkor igenis mondjuk is, hogy javítsatok ki minket is, és mondjátok, ha nem jó, mi is próbáljuk mindig a legfrissebb infókat prezentálni, úgymond a csatornán. Tényleg megint csak Dávid az, aki abszolút a szakértője a Starshipnek, de tényleg nagyon sok időt foglalkozunk ezzel, és hát fantasztikus, ami ott történik egyszerűen. Tehát a leglegek rakétája épül, és teljesen újra felhasználható lesz, és gigászi méretekkel, 120 méter magas, 9 méter átmérőjű. Tehát teljesen forradalmasítani fogja az űrutazást, ahogy ismerjük. Persze ugyanúgy égetünk dolgokat, és tüzes vége alul, hegyes vége felül, de attól még a tömeg, amit ki tudunk cipelni a Földön kívülre, az óriási. Persze, meg hát ugye a teljes újrafelhasználhatóság álma, ami konkrétan ott van az űrhajózás történetének a kezdetei óta, tehát már természetesen már Von Braun, sőt, már Tsiolkovszky korában ábrándoztak arról, hogy milyen jó lenne visszanyerni a rakétafokozatokat, de hát
ez most került elérhető közelségbe, tehát ez szenzációs, és ugye természetesen e fölött nem mehetünk el, emellett nem mehetünk el, mert ugye pont a szokolébresztő az két hetente van, ebből ugye az következik, hogy az április 20-ai start kísérletről ugye még nem ejtettünk szót, mert az pont két szokolébresztő közé esett, és hát azt is természetesen közvetítették élőben, és mint hogy ti ráadásul te meg egy olyan ember is vagy, aki ezt így testközelből is megnézte, no, nem a start idejében, de mondjuk tavaly, sajnos, de ugye múlt nyáron jártatok arra, és szóval ezért aztán több szempontból is légy szíves, mesélj arról, hogyha valaki nem hallott még az egészről semmit, mondjuk a Starshipről sem, hogy mi az, ami április 20-án történt, ezt ha el tudnád mondani, én megköszönném. Nagyon szívesen. Tehát ugye, ahogy említetted, jártunk Amerikában, erről majd beszéltünk egy picit később is, személyesen láttuk ezt az egész Starbase telepet, így hívják egyébként Dél-Texasban, és pár éve kezdte el elég egészen komolyan fejleszteni itt a SpaceX a Starship nevű óriás rakétáját, amit említettem, 120 méter magas, tehát jó pár méterrel magasabb, mint a Saturn 5 vagy a SLS rakéta, és hát tehát mi történt ugye 20-án? Ez volt az első olyan teszt, amikor egy teljes első és második fokozat Starshipet útnak indítottak, vagy legalábbis sikerrel elhagyta az indítóállást. Na most óriási energiák szabadulnak fel egy ilyen rakéta aljánál, és a Musk, aki a főfejlesztő és a cég alapító, természetesen ő mondta is, hogy már annak örülne, hogyha nem vinné magával az egész kiszolgáló rendszert, mondjuk ez az indítási kísérlet is. És persze, ezek tesztrepülések, ezt mindig kihangsúlyozzuk, hogy amikor egy ilyen indítás megtörténik, akkor ne azt várjuk, hogy minden rendben megy. A SpaceX ezt a fajta iteratív fejlesztést erőlteti. Ez azt jelenti, ez a try and error, tehát hogy abszolút tűrés határig teszteli, vagy azon túl is a járműveket. Volt korábban egyébként bő két éve, a második fokozatokkal csináltak nagy magasságú teszteket, tehát felrepült 12,5 vagy 10 kilométeres magasságig, és azt szimulálták, hogy utána hasra fordult, utána megpróbáltak vele föld közelben landolni, az utolsó két kísérletnél sikerült, és az utolsónál nem is robbant fel. És ugye hát ez volt a következő mérföldkő most a fejlesztésben, hogy van egy ilyen teljes, ugye két részből álló rakéta, és először indították be az első fokozatot, volt egy csomó elsőség ugye a mostani repülésnél, persze láthattuk, hogy nem a terveknek megfelelően haladt a dolog, egyrészt óriási pusztítás történt ott az indítóállás környékén, másrészt pedig maga a rakéta, azt hiszem 3-4 perc után be kellett semmisíteni, mert elkezdett pörögni. Na most persze lehet azt mondani, hogy na hát kudarcba fulladt ez az indítás. És általában ezek a szalag címek a különböző portálokon, mert hát ugye könnyebben el lehet adni egy kudarcot, mint egy sikert. De hogyha azt nézzük, hogy ez egy tesztfejlesztés, azért fontos azt látni, hogy egy nagyon fontos mérföldkövet tettek, és eleve az, hogy strukturálisan tökéletesen vizsgázott ez a jármű. Tehát egy 120 méter magas, még egyszer mondom, jármű elkezd pörögni. Tehát, és tett vagy 3 vagy 4 fordulatot, mire megsemmisítették. Tehát én konkrétan azt hittem, hogy az első fél fordulat, mert darabjaira szakad. Igen. Aha. És ez egy óriási dolog egyébként a SpaceX-nek, hogy strukturálisan jó a jármű, és jók a fejlesztések, és jó irányba halad a jármű fejlesztése, csak hát ugye az indításhoz szükséges kiszolgáló rendszert kell arra a szintre felhozni, ezt a vízelárasztásos rendszert, meg ugye a hangtompító rendszer, hogy ne legyenek ekkora. Igen. Ne legyen ekkora káosz, úgymond. Igen, most ez a hangtompító egy kicsit furcsán hangozhat így a kedves hallgatóknak, de tényleg itt olyan brutális nyomáshullámokról, sőt, robbanásszerű lökéshullámokról van szó, hogy bizony itt a legnagyobb pusztítást, az tényleg itt ez esetben is ugye az történt, hogy mivel nem terveztek a NASA-hoz hasonló ilyen hangelnyelő vízfüggönyt a rakéta alá, amit a Space Shuttle-nél ugye mindig lehetett annak idején látni, meg nyilván most az SLS-nél is, ugye, ami tulajdonképpen egy sokkelnyelő, egy
hang lökés hullám elnyelő, tulajdonképpen tényleg egy vízfüggönyt kell elképzelni. Na most, mivel itt, ide nem volt ilyesmi betervezve, tulajdonképpen a rakéta hajtóműveknek a talajról és a környezetről visszaverődő hangja már önmagában brutális robboló hatást tud létrehozni, de itt még a szokásosnál is durvább volt a helyzet, mert valahogy én engem egyébként meglepett, hogy ez ekkora krátert csinált, mert azért én azt hiszem, hogy ezt ki lehetett volna valahogy számolni azért. Tehát, igen. Tehát ez kicsit meglepett, hogy, itt, hogy az elején jót röhögtünk ezeken az Elon Musk-féle tweeteken, én legalábbis, amit idéztél, hogy hát örülünk, hogyha egyben marad az indítóállás, de hát most már így utólag visszanézve azért, hát tulajdonképpen tudhatott valamit, tehát ő már 2000, előszedtem egy 2021-es tweetjét, amikor azt írta, hogy hát úgy döntöttünk, hogy nem lesz ilyen hangelnyelő vízfüggöny Boca Chicában, akkor még így hívták ugye a szervészt, Bokában, lehet, hogy később kiderül, hogy ez hiba volt. Ugye írta akkor. Na most ugye úgy tűnik, hogy igen, mert hogy egyrészt brutál pusztítást végzett, tehát egy konkrétan egy kráter keletkezett alatta lényegében, és hát ugye a felverődő vasbeton darabok, szilánkok, azok meg úgy tűnik, hogy a 35 hajtóműből már kapásból 3-at kiütöttek a startnál, vagy valahogy így. Na most ugye? A legfrissebb információk szerint, de egyébként minden kedden jelentkezünk a heti Starship fejlemények műsorunkkal, és abban bővebben ki fogjuk most kedden fejteni, de úgy néz ki, hogy nem tett kárt. Aha. Egy hajtóműben sem. Na, egyébként. Akkor ez tényleg nagyon új. Aha. Mert ugye a Musk tartott a Twitter Spaces felületen azt hiszem egy ilyen interjút, nyilatkozatot pár napja, és abban konkrétan azt mondta, hogy le kellett állítani 3 hajtóművet indításkor, tehát nem sérültek, hanem megbízhatósági problémák, vagy legalábbis nem úgy tűnt, hogy rendben működnek a hajtóművek. Tehát nem érdekes, nem a törmelés. Csak mert azért gyanús, mert azok pont egymás mellett voltak, tehát azért igen. Úgy tűnhetett a naív szemlélőnek, hogy ezek független leállások lennének, akkor elég kicsi lenne a valószínűsége, hogy mondjuk 3 egymás melletti hajtóművet ki kell kapcsolni, vagy is. De oké, okay, persze ő sem azt mondta, hogy független hibák voltak, csak annyit mondott, hogy nem a törmelék. Ami furcsa, mert konkrétan az indításnál lehet látni, hogy tehát egy nem is tudom hány méter széles vagy hosszú beton darab így repül a Starship-el együtt egy darabig, aztán utána elkezd zuhanni. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy az így a beton alá kaphatott, és a felső beton réteget azt így szétrobbantotta szinte teljesen. Tehát tényleg egy nagyon brutális kráter, ahogy mondtad te is, amiben már áll a talajvíz. Aha. És akkor azt mondják, hogy miért nem lehet itt hagyni, és akkor így már megvan. Igen, amúgy ez a dél-texasi és akkor ott a víz. Igen, ez a dél-texasi talajviszonyok amúgy szintén nem a legoptimálisabbak. Nem. Amúgy. Nem. Tehát nem olyan szilárd az alapozás ott a Boca Chica környékén, tényleg tele van talajvízzel, meg minden. Igen, igen. Hát. De azt kell, hogy mondjam, hogy azért személyesen, tehát először is mindenkit biztatni tudunk, akinek van lehetősége arra, hogy Dél-Texasba elutazzon, amíg még lehet, menjetek, mert már beszélgetnek arról, hogy le fogják zárni a főutat, és nem lehet megállni, nem lehet fotózni, nem lehet semmit csinálni, már van erről szó, nem tudom, hogy be fog-e következni, de az, hogy 50 méterre állsz egy 50 méter magas második fokozattól, tehát az teljesen szürreális. Pontosabban 3-tól plusz egy első fokozattól, ami 50 méter magas, bocsánat, 70 méter magas. Na most, és ez ott van előtted. Uh-huh. És oda tudsz menni az indítóálláshoz. Természetesen körbe van kerítésezve, és ki van írva mindenhol egy private property, tehát magánterület. De az, hogy te ott állsz, és ezt látod, és tudod jó, hogy... Tehát most képzeld el egy pillanatig, hogyha vissza tudnál menni az időbe, és az Apollo program Saturn 5 fejlesztésénél ott lehetnél. Igen. Láthatnád. Hát. És mondjuk tudod jó, hogy óriási dolgokat fognak ezzel a dologgal művelni majd, és hát ez itt sem kérdés. Ez itt sem kérdés, itt óriási dolgok vannak és lesznek. Ja. Igen. Na most mit gondolsz akkor, hogy mikor lesz legközelebbi? Tehát most ugye gyakorlatilag újra kell tervezni az egész indítóállást. Tehát úgy tűnik, hogy inkább az a szűk keresztmetszet, mert a kb. A rakétafokozatok ugye elég gyorsan készülnek, vagy kész is vannak. De most itt azért elég komoly átépítések vannak, hogy mit tippelsz, vagy milyen educated guess, tehát most nem, tehát hogy ugye nagyon tájékozott vagy. Mit mondanak, akkor úgy kérdem, mikor lesz itt legközelebb start, ilyen Starship?
Most Miki, ez egy olyan kérdés, mint az indítás előtt, amikor megkérdezték, hogy szerintünk mikor fog indulni. Aha. És ugye arra az volt a válasz általában, hogy 2 hét múlva. Igen. Tehát ez egy ilyen általános válasz ezt volt. Ezt másfél évig hallottuk ezt a... Így van. Igen. Így van. Tudom. Ha azt mondom, hogy nem nagyon lehet tudni, akkor nem járok messze a valóságtól. Na most, amit Musk nyilatkozott, ami megint csak igaz vagy nem, ő azt mondta, hogy akár 6-8 héten belül újra tudják építeni. Na, hát az na most úgy néz ki, hogy maga az indítóállás azért nem sérült annyira. Uh-huh. Tehát nagyobbnak tűnik akár, mint amekkora. De természetesen mindenképpen át kell tervezni ezt az egészet, mert kell egy lángelvezető rendszer, és valamilyen szintű hangtompító rendszer is kell. Uh-huh. Pontosan azért, mert tehát ezt úgy képzeljétek el, hogyha ez valóra válik ez az egész projekt, akkor itt naponta indul több Starship, de naponta legalább egy. Na most ahhoz, hogy ilyen ramazolit hagy maga után az indítóállásnál, az nem igazán fenntartható, hogyha naponta szeretnéd indítani. Tehát valami olyan megoldást kell kitalálni, ami lehetővé teszi azt, hogy folyamatosan lehet majd Starshipeket úgymond innen indítani. És a másik máshonnan, mert azt senki nem mondja, hogy konkrétan Boca Chicából kell, sőt. Sőt, alapvetően igen. Nem innen fog történni az operatív indítások nagy része, hanem ugye ott van már a Kennedy űrközpont, ami egy bejáratott spaceport, egy űrkikötő, ami direkt erre lett kitalálva, hogy rakétákat lásson el, megfelelő lezárási zónákkal, és a többi, és a többi. És tehát onnan fognak indulni az igaz. Plusz, ugye hát a fekvése a Starbase telepnek ott Texasba, egyszerűen nem tudsz mondjuk a nemzetközi űrállomásra indítani semmit onnan, mert szárazföldön keresztül kellene repülni, igen. És az meg nagyon-nagyon nem működő. Ezt nem szabad, igen. Na most kedves hallgatók, meg közben bekapcsoltam a telefont, tehát hogyha valakinek kérdése és hozzászólni valója van, az budapesti előhívószám után a 215-37-73 bepötyögésével kerülhet adásba, és természetesen miattől folytatjuk a dumát, csak úgy ezt így bemondtam, mert 3-4-kor szoktam bekapcsolni a telefonvonalat, és képzeld el, hogy már annyi az idő, tehát brutálisan gyorsan repül az idő, nem csak a Starship fejlesztések világában, hanem a műsor közben is, amint azt nagyon jól tudod. Na most ugye kicsit még rugózzunk ezen az amerikai kirándulásotokon, mert hát nagyon sokan itt igazából irigyelnek titeket, teljes joggal, mert igazából ti egy olyan túrát letoltatok ott a Space Junk kisfiúkkal tavaly, ami nem csak ezt a Boca Chicát érintette, ugye, hanem magát a Spaceportot és a Kennedy űrközpontot és környékét Houstonba is benéztetek, szóval ott aztán tehát végig látogattátok az űrtevékenység ikonikus helyeit. Erről mi volt számod? Oké, most nyilván 50 méter állni az 50 méteres fokozaton, biztos ezt fogod mondani, de ezen kívül mi volt még számodra a úgy mondanám, hogy hát nem legemlékezetesebb, hanem a legváratlanabb élmény, mert hát minden, tehát láttuk ezeket a helyeket képeken, személyesen is. Mi volt az, amire úgy nem számítottál, és úgy igazán mellbevágott? Kérdezném, de nem kérdezem, mert hogy jött egy telefon, amit már is bekapcsolunk. Jó reggelt, ez itt a Szokolébresztő. Igen, szervusztok. Én nagyon-nagyon örülök ennek a mai műsornak is, hogy a Szabi, a nagy Szabi vendég, és én szeretném neki üzenni, hogyha hallja, hogy a Space Junkie-nak egy nagyon-nagyon rendszeres és már rajongásig szeretett hallgatóját tiszteleti bennem, és én nagyon sok indítást meg műsort láttam az ő honlapjukon, meg a YouTube csatornájukon. Éjszakákat voltam bent felük, képzeljétek el, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor további minden jót nektek. A Netszes voltam, szevasztok, hely! Szia, na a Netszes egyébként a Tilos Rádiónak egy ikonikus hallgatója is. Nagyon szépen. Hallottad, amit mondott? A technika persze. Lehetővé teszi. Na látod, ilyen jól össze vannak itt dugva a dolgok. Szóval a Netszes is hallgat, és néz, és éjszakákon át, és így van, hát vagyunk ezzel így egy páran, így van. Üdvözlöm én is, Netszes, köszönöm szépen a véleményt. Na, de visszatérve arra, most legalább hagytam időt gondolkozni azon, hogy mi volt ez, ami a legjobban megdöbbentett, amikor igen, ott jártatok. Igen, érdekes módon, tehát először is készül egy dokumentumfilm erről a Rakéták földjén címmel, és ennek már 2 darab része kikerült. Először is repültünk a Kennedy űrközpont fölött helikopterrel, ami tehát így teljesen szürreális volt. Abszolút. És a második részben pedig szanaszét bejárjuk a Kennedy űrközpontot, és azt mondom, ha azt mondom neked, hogy tehát
váratlan volt az a hatás, ami az, tehát maga az Atlantis űrhajó nyújtott. Tehát az egyszerűen... Látszik a filmen, hogy elkezdtek bőgni, mint a kisgyerekek. És az a vicc, hogy még én is, aki nézem. Tehát én is érzem, hogy valami ott összeszorul, amikor beléptek abba a nagy csarnokba, ahol ez a sokat tűrt Space Shuttle Orbiter, az Atlantis teljes életnagyságban, hogy kicsit bedöntve oda fel van állítva. Aha. Igen. Tehát eleve az, hogy Amerika. Tehát iszonyatosan értenek a showhoz. Tehát ott állsz először egy előszobában, egy nagy magas előszoba is, egy nagy vetítés is, a plafonra is, mindenhova is, az összes küldetését összefoglalják is, az utolsó küldetés is. Tényleg. És ahogy véget ér, egyszerűen csak így feljön először egy vastagabb ilyen vászon, egyszer csak így elkezd kirajzolódni az űrsikló, és ahogy felnyílik a maga a második vékonyabb vászon, akkor látod, hogy az tényleg az. Uh-huh. És ahogy odasétáltam, így először húhá, és azt hittem magamra észre, hogy nem tudok beszélni. Aha. Meg hogy így nem bőgtem, de könyvbe lábadt a szemem. És úgy, hogy nem vagyok egy ilyen őrült, űrsikló rajongó, hogy vágom az összes küldetést, és hogy ki melyikkel repült, és mit csinál. Tehát nem. De ahogy látod ott azt a böszme nagy jószágot, hogy tudod jól, hogy nem tudom hányszor jártam meg az űrt, és fontos ikonikus küldetéseket teljesít, és ott állsz, és 5 percen keresztül csak nézel ki a fejedből, és küzdesz azzal, hogy ne sírd el magad, és nem érted, hogy mi történik. Aha. Igen. Hát fantasztik. Igen, zavarba ejtő érzést lehet, de tényleg egyébként ez a rész már kijött amúgy a sorozatotok, hogy ezt meg lehet nézni a YouTube-on a ti reakciótokkal együtt. Hát ez csodálatos. Igen. És direkt úgy akartuk az egészet, ugye Bocz Bálint jött velünk, tehát ő volt a kameraman, és de ő is őrült Space Junk is, és... Na várjál, egy újabb telefonunk van, bizony. Jó reggelt, szokolébresztő! Jó reggelt, Kövágó Angéla vagyok, és hogyha szabad, akkor szeretnék kérdezni a nagy Szabitól. Persze. Szabi, hallod a kérdést? Vagy persze, a hangot? Igen. Angéla. Igen. Szia, Kövágó Angéla vagyok, és azt szeretném megkérdezni tőled, hogy van-e kedvenc űrhajósod? Mert hogyha az ISS fotózod, akkor biztos van, gondolom. Ez az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy mi lenne esetleg egy olyan fotó, amit nagyon szívesen elkészítenél, de még nem sikerült, és nagyon vágysz rá. Köszönöm szépen, és minden jót a Stéjsenkinak. Meg neked is legfőképpen. Ja, és még egy, hogy jössz-e valamikor haza Magyarországon, az a harmadik kérdés, az lesz az ilyen plusz kérdés, hogy ha esetleg van kedved, válaszolsz, ha meg nem, akkor nem. Köszönöm szépen, sziasztok! Szia! Köszönöm. Kedvenc űrhajós, hát nem tudom. Azt hittem, kiemelni. A Jessica miért fogod mondani? Abszolút az egyik kedvenc. Abszolút. Szép és okos és nagyon megnyerő hölgy, és ráadásul űrhajós. De említhetném a Chris Hadfieldet, akit szerintem rettentő sokan ismerünk, aki énekelte ugye a David Bowie's Space Oddity című számát az űrben, úgyhogy... És ráadásul magyar lokonsággal rendelkezik, sógor nője itt lakik. Igen. Úgyhogy talán őket említeném. Fotó, amit szeretnék mindenféleképpen elkészíteni. Azt hiszem, hogy a mai beszélgetés fényében mindenféleképpen marha jó lesz egyszer, vagy egy önmagában repülő Starship-et lefotózni, vagy esetleg mondjuk a Hold előtt, vagy a Nap előtt, ez óriási álmom. Tehát ez, ha tényleg olyan frekventáltan fog elindulni, akkor egyértelmű, hogy ez be is következhet, csak hát figyelni kell majd az átvonulásokat természetesen. Haza pedig idén megyek, de sajnos nem voltam 4 éve otthon, egyrészt Covid miatt, másrészt meg így nagyon vegyes okok miatt, úgyhogy tényleg már most már vágyom is egy picit, és megpróbálunk egy ilyen zárt körű Space Junkie összejövetel. Ezt még tegyük, hogy ha jól tudom, akkor a Space Junkie is a srácokkal igazából Amerika út kapcsán találkoztál személyesen először. Így van. Tehát ez is milyen már, ugye? Tehát, hogy milyen korban élünk. Igen. Hogy el tudtunk indítani egy olyan YouTube csatornát, ahol úgy közvetítünk szinte napi szinten, vagy heti többször éli adásokat, hogy az emberek, vagy én legalábbis nem találkoztam személyesen a többi taggal. Csak is kizárólag, tehát Amerikáig kellett elmenjünk ahhoz, hogy találkozzunk személyesen. De ez szép is, hogy ilyen helyszínen történt meg az első találkozás, hogy az Atlantis mellett együtt könnyeztetek. Mindenképpen stílusos. Na.
Hát igen, sajnos robogunk kifele az adásidőből, és még szeretnék elmondani néhány hasznos és érdekes és szép dolgot, ami nem feltétlenül ide tartozik, viszont a határidő mindenképpen szorít, úgyhogy ezt én nekem most kell elmondanom, és nagyon örülök, hogy ezt elmondhatom. Tehát képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy létezik egy olyan projekt, amit úgy hívunk, hogy Ad Astra magas légköri ballon. Ez konkrétan a stratoszférában úgy szoktuk mondani, hogy a világűr határára fog felemelkedni, mégpedig május 27-én Budapestről. Na most itt a cég, ami ezt készíti, az az UPRA nevű UPRA Space űrtechnikai cég, akikkel nekünk már mint a Parallaxis podcast univerzumnak, meg hát ilyen módon aztán a Szokolébresztőnek is persze gyümölcsöző együttműködésünk van, és hát ilyen módon alakult ki ez a szerintem gyönyörű ötlet, hogy a Bakonyi Csillagászati Egyesület és a Parallaxis és az UPRA így együtt belevágtunk egy ilyen szimbolikus projektbe, aminek az a neve, hogy Ad Astra, ami a tragikusan fiatalon elhunyt kollégánk Ivanics Rieger Klaudia emlékére egy olyan lehetőséget biztosít, hogy május 19-én péntek éjfélig digitális formában bármiféle a Klaudiával akár csak távolról kapcsolatos, vagy a csillagászattal, vagy az űrkutatási csillagászati ismeretterjesztéssel, tehát mindazzal, amivel kapcsolatban ő nagyon aktív volt, ő amúgy hívő, katolikus is volt, tehát ő nagyon sok mindenképpen lehet hozzá kapcsolódni. Ez egy szimbolikus dolog. A lényeg az, hogy mindenki számára, aki szerette, olvasta, hallgatta őt mondjuk a Parallaxis podcastban, vagy csak egyszerűen valamilyen módon kapcsolódik az ő amatőr csillagászati ismeretterjesztési munkásságához. Mindenkinek lehetősége van a Bakonyi CE, tehát Bakonyi CE, mint Bakonyi Csillagászati Egyesület, tehát Bakonyi CE @gmail.com-ra küldött e-maileken keresztül május 19-én péntek éjfélig digitális formában egy üzenetet elhelyezni a fedélzeten. Ez tehát majdnem a világűrbe fölmehet. Ez az üzenet amúgy lehet egy kép is, meg lehet szöveg, meg minden. A részleteket megtaláljátok leírva például a parallaxis.emtv.hu honlapunkon, de egyébként megtaláljátok nyilván a Bakonyi Csillagászati Egyesületnek a felületein, honlapján, Facebook oldalán, stb. Tehát ez a kulcs szó, hogy Ad Astra magas légköri ballon. Aki ezt beírja, az biztosan rátalál, és csak bátorítani szeretnék mindenkit, hogy ebbe a szimbolikus, majdnem űrbe üzenetküldésbe nyugodtan vegyen részt. Gyerekek, ugye Klaudia egy pedagógus volt, kisgyerekekkel is foglalkozó tanár, biztos nagyon örül, hogyha oda át is, hogyha bizony mondjuk szép gyerekrajzok mennek föl az ő tiszteletére feljuttatandó ballonon is. Egyébként természetesen nem ez a küldetés egyetlen feladata, sőt mondanám, hogy ez egy ilyen mellékes, gyönyörű, szimbolikus feladat. Egyébként az UPRA multispektrális földmegfigyelő kameráját tesztelik, ami igen-igen menő. Na, hát szóval ez volt itt még a szolgálati közlemények 1. A szolgálati közlemények 2 az egy kicsit, hát hogy mondjam, az nem ennyire fennkölt, hanem bizony arról van szó, hogy 1%. Ugye? Hát 1%-ot lehet felajánlani a Tilos Rádiónak is. Hát kinek másnak? Május 22-ig. És hát ugye van adószáma a Tilosnak is, de hát azt megtaláljátok valahol. Egyébként 42-re végződik, ami tudjátok a válasz az életre, a világ mindenségre, meg mindenre. Na jó, elmondom, 1-800-24-54, kötőjel 2, kötőjel 42, tehát igen, hadd sugározzon a Tilos, és benne a szokolébresztő, ehhez tök jó, hogyha van 1%. Szóval ezek vannak. Na, de még nem ért véget az adásidőn, csak ezt gyorsan le akartam darálni, de még Szabi, valami zárszót azt szeretnék tőled kicsikarni, mert egyébként még körülbelül 3 órát tudnék veled beszélgetni szerintem sok mindenről, csak itt a frányhagyás idő mindjárt véget ér. Van-e valami üzeneted még itt a hallgatók? Hát mondhatjuk, hogy a rajongóknak, mert hát egyébként a betelefonálókból egyértelmű volt, hogy itt egy nagy rajongó táborról is beszélünk, szóval itt az alkalom, hogy mondj valami szépet. Ha ez így van, akkor tényleg nagyon szépen köszönjük tényleg a sok-sok támogatást. Tényleg hozzászólások, megosztások, tényleg az, hogy egy nagyon komoly közösség jött itt össze,
és hihetetlenül büszkék vagyunk erre, hogy valami extra tudunk ajánlani, valami extra tevékenységet, úgy mondom, magyar emberek számára. Eleve az, hogy az egész amerikai utunk egy közönség finanszírozott valami volt, már ez mutatja jól, hogy tényleg van mögöttünk szerencsére támogatás, ami rettentően jó dolog. Szépen növegettünk természetesen, és hát olyan illusztris vendégeket hívunk meg, ugye Death Traverse-től megkezdve, ugye te magad is ugye már többször jártál nálunk, és hát a jövőben szeretnénk is, hogy visszagyere, mert hihetetlen jó műsorokat csináltunk, én úgy gondolom, így jó van. Pillanatokat nagyon éltünk jó át. Jó volt, ugye, nagyon, igen. Tehát tök jó a csapat. Tehát ugye Angéla is, aki betelefonált, ugye, és az egyik ilyen rendszeres kommentet. De annyira tényleg jól összeszokott társaságban. Igen. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre, és reméljük, hogy tudjuk most már hamarosan teljes munkaidőben folytatni, mert tényleg ezt az elmúlt 3 évet hétköznapi munka mellett csináljuk. Természetesen a szabadidőnk teljes 100%-át rááldozva. És igen, tehát ennek azért van ára, sajnos, de bízunk benne, hogy a küldetéstudatunk beérik. Így van, tehát nézzétek, lájkoljátok, olvassátok a Space Junkie-t, és természetesen emlékezzetek meg ugyanekkor a parallaxisról is, ami ugye nem csak a szokolébresztőt generálja, hanem mindenféle más dolgot, például a Parallaxis podcastot, amiben mindenféle érdekes tudomány határterületeivel kapcsolatos science fiction és tudomány határterületei mozgó témákat beszélgetünk ki, kitűnő emberekkel, és mindezt, és még egyéb más tartalmakat megtaláltok, hogyha a parallaxis.emtv.hu felől navigáltok, és természetesen ne felejtsetek el, hogy a spacejunkie.hu mellett azért nézzetek rá azért a spacestationguys.com-ra, és essen le az állatok, mert a Szabi nagyon szerény, mert ezerrel nyomatja a Space Junkie-t, de itt ezt a gyönyörű projektet, ezt a Space Station Guys-t, ez olyan, hogy szerintem még vannak olyan hardcore-abb Space Junkie követők, akik nem is tudják, hogy a Szabi mi minden művel, mert ő mindig szerénykedik, de nézzétek meg a spacestationguys.com-ot is, és hogy csodáljátok meg, hogy lehet a hátsó udvarból fényképezni űreszközöket. És hát ha valaki kedvet kap, az vágjon bele. Nem biztos, hogy a világ legolcsóbb hobbija, de az biztos, hogy fantasztikus örömöket rejteget. Azt hiszem, ebben egyetértesz. Teljes mértékben mindenkinek csak azt tudom ajánlani, hogy barátkozzatok az égbolt szépségeivel, mert csodálatos egyébként. Tehát is keresetek fel közeletekbe egy csillagvizsgálót mindenféleképpen. Nem kell egyből felszerelést venni, menjetek is, nézzétek meg a Holdat, a Marsot, a Jupitert, a Szaturnuszt, egyszerűen az állatok le fog esni, beleég a szürke állományba, és onnantól kezdve nem szabadultok tőle egész életre. Így van. Na, hát ez gyönyörű zárszó volt, ilyet akartam. Fantasztikus, köszönöm szépen, Szabi, igazi profi vagy. És hát a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. 2 hét múlva újra lesz szokolébresztő, meg is mondom mivel. Boros Kati jön, aki űrorvos tanonc, és itt lesz vele a szakma egy nagy felkent szakértője, Szentpéteri László is, akivel hosszú távú űrutazások egészségügyi problémáiról, meg ezek történelmi vonatkozásairól fogunk a tervek szerint beszélgetni. Úgyhogy lesz még szokolébresztő nagyon érdekes témákkal, de már a véget ért, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, neked Szabi meg a részvételt még egyszer nagyon, további szép napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgasd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.